Nemzeti gyásznap, 65 évvel ezelőtt indult el a forradalom leverésére a szovjet invázió. Termelői piac Nyírkarászon, a több mint 83 millió forintos beruházás célja, hogy a helyi termékeket helyben elérhető áron értékesítsék. Nem jó a levegő, hétvégétől újra jelentősen emelkedni fog Nyíregyháza légszennyezettsége. November 4-e nemzeti gyásznap van, 65 évvel ezelőtt, 1956-ban ezen a napon indult el a szovjet invázió a forradalom és szabadságharc leverésére. A megtorlásnak több megyei áldozata is volt. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Az invázió után a szovjet hadsereg által elkezdett deportálásokat pedig a megyében élők bátor fellépése állította le. Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. Nagy Imre rádióbeszéde 1956. november 4-én hajnalban. A szovjet invázióról a Záhonyban élők már napokkal korábban tudtak, mert a helyi református templom tornyából átláttak a határ szovjet oldalára, ahol a csapat összevonást október 26-án elkezdték. Valószínűsíthetjük már, hogy 26-ától kezdődően már van egy viszonylagosan kigondolt terv, ami azért is valószínű, mert hogy ekkor Magyarországon vannak szovjet csapatok, tehát ezt ne felejtsük el, hogy itt Nyíregyházán is van szovjet csapatok, ugye a Tiszavasvári úton ott volt a szovjet laktanya, ott vannak, tehát hogy vannak nagyon konkrét információk, nagyon pontos információnak, hogy mi is történik, akár itt a városban, akár a megyében, de hát hivatalosan már harmadikán átjönnek az első tankok, kipróbálják ezt a pontomhidat, és aztán a döntő, ami a, tényleg a történelemkönyvekben megjelenik, meg aztán mindenhol végül is ezt a véres vasárnapot, mert pont egy vasárnapról beszélünk, a véres vasárnapot majd jelentik, mert hogy november 4-én átjön 4 tank, és akkor 7 órakor egy körülbelül egy fél órás, 25 perces ösztűzzel lerombolják a Záhonyi laktanyát, meg tisztává teszik a területet, és akkortól kezdődően megindul Záhony irányából az invázió. A szovjet megszállás után több száz, egyes források szerint több ezer fiatalt hurcoltak vasúton Ungvára, a helyi vasútvonalakat is érintve. A megyei faipari vállalat dolgozóinak bátor fellépése mentette meg a deportált fiatalokat. Megvannak azok a kis pici cetlik, amiket az emberek a vagonokból kidobálnak, és abba írják, hogy hát valószínűleg Szibériába viszik majd őket. És a felálló bizottság, ugye az Észak-Kelet-Magyarországi Faipari Vállalatnak a munkás tanácsa vállalja ezt fel, akkor még november közepén még a munkás tanácsok, mint legális politikai szervezet működnek, a munkás tanács fogja felvállalni, ők járnak utána, tehát kocsival végigjárnak az útvonalat, megtalálják ezeket a cetliket, ők lesznek azok, akik majd a párthoz, már az új pártról beszélünk, a Magyar Szocialista Munkáspártról beszélünk, annak az irodáját fogják majd ütni és verni, és hogy kikényszeríteni azt, hogy itt vannak a bizonyítékok, hogy a szovjet csapatok, a titkosszolgálat és a hadsereghez köthető, hát ugye úgy hívják ezeket, ilyen fedett civil politikai munkatársok voltak, katonák, akik civilben jelentkezve nyomozóképpen fogják majd megnézni, hogy kik azok, akik a legnagyobb veszélyt jelentik az államrendre, azokat fogják összefogdosni és vagonokba rakni, szóval, hogy ütik, verik az ajtót, és akkor végül is elérik azt, hogy Münich Ferenc lesz az, aki majd felveszi a kapcsolatot a szovjet vezetése. Ugye Szerov fog ebben majd igazából dönteni, de ő maga állandóan folyamatosan végig tagadta, hogy ilyen események történtek volna, és akkor visszaengedik majd a kitoloncoltakat. Szabolcs-Szapán-Bereg megye 1956-os történetének alapos, tudományos feldolgozására indult nemrég egy program. Ennek részeként rendeztek ma tudományos konferenciát a megyeházán, amelyről pénteki híradónkban részletesen beszámolunk. Termelői piac nyílt Nyírkarászon. A több mint 83 millió forintos beruházás célja, hogy az önkormányzat és a helyi termelők által előállított termékeket helyben elérhető áron értékesítsék. A nyírkarászi önkormányzat a piac építésével összhangban több rövid élelmiszerlánc kialakítását célzó beruházást tervez. Közel 200 sertés található ezen a nyírkarászi önkormányzati telephelyen.
Az állattartáson kívül zöldség, gyümölcs termesztéssel is foglalkoznak a községben. A fóliasátrakban termelt termények a helyi konyha mellett a most átadott piacra kerülnek majd. Zöldség, gyümölcs az közmunkaprogram keretében termeljük, ott paprikától, paradicsomtól, uborkától, káposztától kezdve, tehát ott teljesen, ami a hagyma, ami a konyhára kell, az itt szinte minden megterem. Valamint úgy gondoltuk, hogy szeretnénk akkor itt egy saját zöldség üzletet nyitni, ahol meg tudnánk vagyis el tudnánk adni a karfiolt, még ha vásárolni is kell, vagy gyümölcsöket, banánt, narancsot. Az új épület több mint 200 négyzetméteres. Tavasszal a fedett árusítóteret kiegészítve külső pultokat is kialakítanak majd. A termelői piac kivitelezése több mint 83 millió forintba került. Erre a területfejlesztési operatív programon keresztül nyert forrást az önkormányzat. Az átadáson Kovács Sándor országgyűlési képviselő elmondta, a település fejlesztéseket célzó első pályázati felhívások már megjelentek. Most a következő időszakban egy település operatív program plusz, tehát ebben kifejezetten a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozók, önkormányok, egyházak vehetnek részt, különböző intézkedések vannak, ebből 4 már megjelent. Miniszter úr tegnap jelentette be 2-án, hogy 630 milliárd forint értékben Magyarországon a topok már rendelkezésre állnak, legalábbis 4 intézkedés tekintetében. Én arra biztatok mindenkit, hogy forgassa az újságokat, nézzék a megye önkormányzat honlapját, hiszen a Szabolcs-Szatmár-Beregi önkormányzat ennek a projekt menedzsere, a lelke, bonyolítója. Az új piac kialakítását a helyiek is fontosnak tartják. Az önkormányzaton kívül 100 főállású és további 200 nem főállású őstermelő dolgozik a községben. A beruházás összhangban van a rövid élelmiszerlánc kialakítását célzó több helyi fejlesztéssel. Az önkormányzat tavasztól szarvasmarha állomány kialakítását is tervezi, és a helyi konyha bővítésére is pályáztak már. Sem e-mailben, sem telefonon, sem SMS-ben nem kér adatokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal adó visszatérítés céljából. Újra felbukkantak a csaló e-mailek, amelyekben adathalászok próbálják kicsalni a címzettek bizalmas adatait a NAV nevében. Erre senki semmilyen választ ne küldjön, figyelmeztet a NAV. Az SZI a visszatérítéshez szükséges adatokat kizárólag a Visszadó nevű nyilatkozatban várja a hivatal. Ehhez a nav.gov.hu SZIA visszatérítés felületét kell használni. Az online kitöltéshez KAÜ azonosítás szükséges, ügyfélkapu, SMI vagy részleges kódú telefonos azonosításhoz kötött. Az általános nyomtatvány kitöltővel készített vagy a papír alapú változatban sem kell semmilyen bizalmas kódot megadni. Tartósan rossz a levegő minősége Nyíregyházán, bár az elmúlt 2 esős nap valamelyest javított a helyzeten, hétvégétől újra emelkedésnek indul a szállópor koncentrációja. Az egészségre is erősen ártalmas levegő összetétel ugyanakkor csak kisebb részben írható az időjárás számlájára, leginkább a lakosság szakszerűtlen fűtése okozza a problémát. Napokig nem volt érdemes tartósan szabad levegőn tartózkodni a megyeszékhely belvárosában. Jelenleg is káros levegő minőségi értéket mutat a Széna téren elhelyezett mérőállomás. Az előző hét második felétől azonban folyamatosan problémás volt a levegő minősége. Évek óta jellemző, hogy a szállópor koncentrációja októberben növekszik meg ugrásszerűen. Ezúttal a hónap végén füstködriadót is elrendeltek. Általában ilyenkor romlanak a szállópor, ennek a PM10 frakciójának az értékei, ami aki arra érzékeny, aszmás vagy valamilyen légúti megbetegedésben szenved, az már az egészségügyi határérték felett is megérzi. De most rosszabb volt a helyzet. Október 26-ától november 1-ig egy olyan kedvezőtlen meteorológiai körülmény alakult ki, hogy a szennyező anyagok nem tudtak elkeveredni, tehát olyan, mint egy üvegbúra telepedett volna itt a térségünkre, és ez alatt a szennyező anyagok feldúsultak, és az értékek már nem csak az egészségügyi határértéket, a tájékoztatási, illetve a riasztási határértékeket is meghaladták. Ugyanez várható hétvégétől, amikor újra napos, szélcsendes, ugyanakkor hideg időjárás veszi kezdetét. A levegő minőségének romlása azonban korántsem kizárólag az időjárásra fogható. Számos káros anyagot bocsátanak ki a járművek, különösen a dízel üzeműek, leginkább azonban a nem megfelelő fűtés miatt romlik a légszennyezettség.
a meteorológiai körülmények kedvezőek, akkor ezt nem vesszük észre, hiszen most se fűtenek kevesebbet az emberek, vagy nem kerül kevesebb szennyezőanyag a légkörbe, de megvan az az elkeveredési réteg, ahol nem okoz problémát, így igazából nem veszük észre, hogy mit bocsátunk ki. Ezek az időszakok pont arra lennének alkalmasak, hogy igenis felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha hulladékot égetünk, kertjavart égetünk, nem megfelelő tüzelő berendezéseket használunk, nem megfelelő fűtési módokat használunk, akkor igen, ilyen helyzetek is kialakulhatnak. A magas légszennyezettségre különösen érzékenyek a gyermekek, az idősek, a várandós nők, a légúti, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők. Számukra különösen fontos, hogy naponta figyeljék a levegő minőségének értékeit. A komolyabb tünetek megelőzése érdekében a problémás időszakban érdemes kevesebb időt a szabadban tölteni, és a lakást is ritkában szellőztetni. Számos újdonság várja a Nyíregyházi Egyetem nappali tagozatára jelentkezőket jövő szeptembertől. Az érdeklődők november 10-én nyílt napon nyerhetnek betekintést a kampusz életébe, itt az intézmény képzési palettáját is részletesen megismerhetik. A szervezők tájékoztató programok mellett szórakoztató műsorokkal, koncertekkel is várják a látogatókat. Új laptopot kap jövő szeptembertől minden nappali tagozatos első éves a Nyíregyházi Egyetemen. A nappal is osztatlan képzésben résztvevő tanárszakos hallgatóknak a laptop mellé 10 hónapon át havi 50 000 forint ösztöndíj is jár majd. Az intézmény által nyújtott lehetőségekről november 10-én 10 órától a kampusz Kodály termében kaphatnak tájékoztatást az érdeklődő diákok, szülők, tanárok. Azt szeretnénk, hogy egy napot töltsenek úgy el a Nyíregyházi Egyetemen, hogy egyrészt meg is ismerik magát a kampuszt, megismerik az itt folyó munkát, különböző kérdésekre a szakemberektől tanácsot kaphatnak, de az sem elhanyagolandó, hogy különböző szórakoztató programok is lesznek, például a Nem az a lány és Szofi koncerttel fogunk kedvezkedni a hallgatóknak. Az erről tartott tájékoztatón elhangzott, az egyetem beiskolázási kampánya elindult, az intézmény a megye több iskolájában is bemutatkozik, a kampusz kínálatából pedig szinte mindenki találhat számára megfelelő képzési lehetőséget. A Nyíregyházi Egyetem számos tudományterületen kínálja a képzéseit felsőoktatási szakképzésekben, alapképzésekben, mesterszakokon, illetve szakirányú továbbképzéseken, a regionális megtartó erőnk javítására, a gazdaságtudományi területen, sporttudomány területén, a pedagógikum teljes vertikumában, természettudományi és bölcsésztudományi területen, teljesen a csecsemő kisgyermekgondozótól a középiskolai tanárszakig minden megtalálható, de mindemellett azt gondolom nagyon fontos kiemelni, hogy az informatika, a műszaki agrártudományi képzések, a társadalomtudományi képzések és a művészeti képzések is megtalálhatóak képzési palettánkban. A november 10-ei nyílt napon a hallgatói önkormányzat is saját standnál várja majd az érdeklődőket. Nagyon családias egyetem vagyunk, és hallgatóként is nagyon támogatjuk egymást. Én ugye a hallgatók bizalmából lehetek most itt ezen a pozícióban, úgyhogy én tényleg csak arra tudok biztatni mindenkit, hogyha nem egy olyan rideg közegbe szeretne tovább tanulni, hanem fontos neki az, hogy érzi magát egy egyetemen, hogy szerezhet barátokat, ilyesmi, akkor tényleg a Nyíregyházi Egyetem a legjobb választás. A felvételizők számára a legfontosabb dátumokkal kapcsolatban elhangzott, december 21-én jelenik meg a jövő szeptemberben induló képzéseket tartalmazó felsőoktatási felvételi tájékoztató. A kiválasztott intézménybe az e-felvételi online rendszerén keresztül lehet jelentkezni 2022. február 15-éig. Társadalmi ügy, sőt felelősség is a közlekedés biztonság. Az őszi-téli időszakban fontos, hogy mindenki felismerje a megváltozott körülmények okozta veszélyeket, és azokhoz igazodva közlekedjen. Ebben idén is segíti őket a rendőrség látni és látszani kampánya. Már csütörtökön is szükség volt az esernyőkre, de péntek reggel is párás, esős idő várható az előrejelzések szerint. Ősszel és télen sűrűn előfordulnak ilyen napok, ami nem könnyíti meg a közlekedők dolgát. Ahogy az sem, hogy napról napra egyre korábban sötétedik.
Jelentősen romlanak ebben az időszakban a látási viszonyok. Ezért fontos, hogy azokat figyelembe véve vezessenek, és hogy megfelelően működjenek a járművek világító és jelző berendezései. Ezek átvizsgálásában és tanácsokkal segíti a rendőrség a járművezetőket. A december 10-éig tartó Látni és Látszani elnevezésű kampány keretében. Nagyon fontos, hogy ismerik a járművet, nagyon fontos, hogy jó minőségű izzókat használjunk, és itt felhívom a figyelmet arra, hogy szabályos izzókat használjunk, ne pedig mindenféle innen-onnan rendelt kínai csodákat, mert mi valóban jobban fogunk látni vele, viszont a szembejövőket vakíthatjuk, és bajt okozhatunk. Nagyon fontos a szélvédő tisztasága, az ablaktörlő berendezések működőképessége, jó minőségű legyen ez is, illetőleg, hogy fel legyen mindig töltve az ablakmosó folyadék fagyálló ablakmosóval, hiszen főleg egy autópálya használatkor nagyobb sebességnél apró cseppek kerülnek a szélvédőre, ezeket szükséges törölni. A jól láthatóság a gyalogosokra és a kerékpárosokra is vonatkozik. Nem csak az a fontos, hogy jól lássanak, hanem hogy ők is láthatóak legyenek. Ennek érdekében elengedhetetlen, hogy a bicikli lámpái jól működjenek, a kerékpárosok viseljék a láthatósági mellényt, és ne csak ott, ahol kötelező, hanem lakott területen belül is, ahol az indokolt. Ezt szolgálja a pénteki Light Friday akció is, amely során ingyen lehet láthatóságot segítő eszközökhöz hozzájutni két helyszínen is a megyében. Az egyik a Nyíregyházi rendőrkapitányság területén, a Vasvári Pál utca, Hímes utca sarkán 10 órától 14 óráig. Ez egy gyalogkerékpárút, tehát fokozottan ezekre a vételen közlekedőkre fókuszálunk, illetőleg ugyanígy a vételen közlekedőkre Vásárosnemény rendőrkapitányság területén. Itt a kapitányság előtti útszakaszon történik ez az akció. Hát ennek során 10 órától 14 óráig a kollégáim kint lesznek, tanácsokat is adnak, illetőleg nyilván a készlet erejéig ellátják mellénnyel, villogóval, csapókával, karkötővel, láthatósági karkötővel, matricákkal, láthatósági fényvisszaverős matricákkal az ott közlekedőket. Az eszközök a készlet erejéig állnak rendelkezésre. A gépjárművek mellett a saját látásunk ellenőrzése is fontos. A Látni és Látszani kampány keretében ingyenes látás ellenőrzésre várják a gépjárművezetőket a benzinkutakon. Akinél valami problémát találnak, az kupont kap, amelyel kedvezményesen vizsgáltathatja meg a szemét egy optikában, illetve akciósan készíthethet magának szemüveget. Aki pedig szemüveges, az viselje is azt vezetés közben. A tapasztalatok szerint noha az akció során átvizsgált járművek legalább 30%-a nem felel meg a közúti közlekedés szabályainak, de a járművezetők egyre tudatosabbak a közlekedés biztonság terén. Sporttörténelmi rendezvény helyszíne volt szerda este a Nyíregyházi Városi Uszoda. A megyeszékhelyen először játszottak első osztályú vízilabda mérkőzést. A férfi OB1 alapszakaszának 6. fordulójában az UVSE házigazdaként 14-6-os vereséget szenvedett a Szolnoktól. Az újpestiekkel szoros kapcsolatot ápoló Aqua SE vezetőinek ötlete volt, hogy a sportágat népszerűsítve az UVSE a Nyíregyházi Uszodában fogadja a Szolnokot. Mivel a vendégek is partnerek voltak, OB1-es meccset láthatott a megyeszékhelyen a teltházas közönség. A listavezetőként érkező Szolnok az első negyedet 4-0-ra nyerte a sereghajtó fővárosiak ellen, fél időben pedig 8-2 volt az állás az Élovas javára. A harmadik negyedben sem változott a játék képe, tovább nőtt a két csapat közötti különbség. Az utolsó 8 perc azonban az UV-esélyé volt, némileg kozmetikáztak az eredményen a vendéglátók, így a találkozó 14-6-os szolnoki győzelemmel ért véget. Nagyon örülök a 3 pontnak. Nagyjából azt megcsináltuk, amit szerettük volna, az negyedik negyedet leszámítva. Nagyon örülök a 3 pontnak, és nagyon örülök, hogy ilyen gyönyörű szép uszodában játszottunk, hogy itt lehetünk, és ennek a sok fiatal gyereknek csináltuk egy ilyen produkciót. Szerintem egy jó kis mérkőzés volt mind a két oldalról. Természetesen a kvalitásbeli különbség az kijött nagyon hamar, de attól függetlenül azt hiszem, hogy jó mérkőzést tudtunk játszani. A vendégek vezetőedzője a vereség ellenére is talált pozitívumokat csapat a játékában. Nyilván nem ez a mérkőzés, ahol nekünk helyt kell állni. Ennek ellenére fontos, hogy nem mindegy, hogy milyen eredménnyel hagyjuk el az uszodát.
szerettem volna 15 gólnál kevesebbet kapni, ahogy 10 nappal ezelőtt az OSC ellen is sikerült, holott a harmadik negyed végén 13 gólnál nem gondoltam azt, hogy ez meg lehet, de nagy öröm, hogy sikerült. A védekezésnek a minősége fogja majd eldönteni azokat a meccseket, amin nekünk hasonló színvonalú csapatok ellen győzelmi esélyeink lesznek majd. A mérkőzésen két gólszerző Nagy Ádám szerint arra kell törekedniük, hogy a teljes meccsen azt a játékot tudják nyújtani, amit az első három negyedben mutattak. Három negyedig nagyon jól játszottunk, fel voltunk készülve erre az agresszív, pörgős, fiatalos, lendületes játékra. A negyedik negyedben volt egy kis blackoutunk, megpróbáljuk ezeket a hibákat kiküszöbölni és jobbak lenni. Az OB1 tabelláját a Szolnok vezeti 6 győzelemmel, a szintén 100%-os FTC előtt. Az UVS-e 6 vereséggel az utolsó helyen áll a 14 csapatot számláló mezőnyben. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. November 4-e nemzeti gyásznap van, 65 évvel ezelőtt, 1956-ban ezen a napon indult el a szovjet invázió a forradalom és szabadságharc leverésére. A megtorlásnak több megyei áldozata is volt. Az invázió után a szovjet hadsereg által elkezdett deportálásokat pedig a megyében élők bátor fellépése állította le. Termelői piac nyílt Nyírkarászon. A több mint 83 millió forintos beruházás célja, hogy az önkormányzat és a helyi termelők által előállított termékeket helyben elérhető áron értékesítsék. A nyírkarászi önkormányzat a piac építésével összhangban több rövid élelmiszerlánc kialakítását célzó beruházást tervez. Hetek óta magas Nyíregyháza légszennyezettsége, bár az elmúlt két esős nap valamelyest javított a helyzeten, hétvégétől újra emelkedésnek indul a szállópor koncentrációja. Az egészségre is erősen ártalmas levegő összetétel ugyanakkor csak kisebb részben írható az időjárás számlájára, leginkább a lakosság szakszerűtlen fűtése okozza a problémát. November 4-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, rögtön jön az időjárás jelentés. Friss hírekkel holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Éjjel folytatódik a felhőzet szakadozása, viszont a Tiszántúlon, illetve a déli megyékben erősen felhős borult idő valószínű. A keleti-délkeleti határszél tágabb környezetében várható eső, zápor. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között várható. Pénteken az ország észak-nyugati felében többnyire gyengén vagy közepesen felhős, míg másutt jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég. Az észak-nyugati szél helyenként megélénkül. A maximum hőmérséklet általában 10 és 14 fok között alakul.